Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. 9 hektár erdő lángol Bugacon. A hatalmas kiterjedésű tüzet több mint 60 tűzoltó igyekszik megfékezni. Vetélkedőkkel és országismereti kvízzel is várta a fiatalokat az Európa Nap. Megkezdődött a 28. horgász és vadásznapok Kecskeméten a Híres Agórában. 9 hektár erdő kapott lángra Bugac térségében a mai napon. A hatalmas kiterjedésű katasztrófát több mint 60 tűzoltó igyekszik megfékezni adásunk ideje alatt is. A helyszínről Molnár H. Boglárka tudósítja híradónkat. Itt vagyunk Bugac külterületén, ahol délután 1:30 fele riasztották a hivatásos tűzoltókat. Nagy erőkkel vonultak ki ide a területre, és itt áll mellettem dr. Farkasinszky Lóránt tűzoltóezredes. Mit jelent az, hogy nagy erőkkel vonultak ide ki az erdőhöz? Hát a legmagasabb tűzoltási fokozat, az az 5-ös kiemelt riasztási fokozat, így rendeltük el a riasztást, és megközelítőleg 70, illetve 70 meghaladott tűzoltó személy van itt, és 15 tűzoltó gépjármű, ebben gépjármű fecskendők és vízszállító járműveket értünk ez alatt. Nem csupán Bács-Kiskun megyéből érkeztek akkor a tűzoltók? Nem, a tűzoltók rendszere úgy működik, hogy egymást segítjük, és távolabbi településekről, más megyékből is jönnek, Csongrád megyéből, Pest megyéből, még Budapestről is jöttek egységek hozzánk. Az elsődleges információk arról szóltak, hogy 4 hektáron égett itt a terület a Bugac külterületén található erdőben. Ez azóta 9 hektára duzzadt, most mi a helyzet? Azt tudom mondani, hogy megfogtuk a tűz tovább terjedését, és azért nagyon lényeges, ezt talán emlékeznek rá, hogy pár évvel ezelőtt Bugacon itt egy majdnem 1000 hektár kiterjedésű erdőtűz volt, és azért lényeges, mert itt ősborókás van, nemzeti parki terület, ez jelenleg egy állami erdőgazdálkodó területe, és ilyenkor egy jól fölkészült állománnyal nagyon fontos, hogy nagyon rövid idő alatt megfogjuk a tovább terjedést. A fenyves erdőben nagyon gyorsan tud terjedni a tűz, de egy jól begyakorolt állomány, és jó technikával sikerült most megfognunk a tovább terjedést. Hogyan sikerült megfogni a továbbterjedést, hiszen itt nehezíti a munkálatokat a szél is, meg a kiszállott talaj, illetve a fenyves is, amit említett. Hát ennek megvan a maga a tűzoltói feladata, a tűzoltó taktikája. Ez azt jelenti, hogy először azokon a területeken, ahol nehezebben terjed természetesen is a tűz, tehát utak mentén vagy nyiladékokban, oda a tűzoltók bevonulnak nagy mennyiségű vízzel és létszámmal, és megpróbálják megfogni úgy, hogy ne terjedjen tovább. Azonban egy erősödő szél volt itt a kezdeti időszakban, röptüzekkel tovább tudott más részekbe terjedni. Ez azt jelenti, hogy akár a tűzoltók feje fölött is egy nagy lánggömb átmegy egy másik részre és tovább gyújtja, és a folyamatosan érkező erőket irányítják a tűzoltás vezetők, és ők mondják meg, hogy mely területen kell védekezni és támadni, illetve mikor kell visszavonulni, amikor olyan gyors a tűz terjedése, hogy ne sérüljenek meg a kollégák. Ami szerencsés, hogy a település nem veszélyeztette a tűz, de nagyértékű fenyves erdőt és ősborókás területet már most sikerült megmenteni. Dr. Farkasinszky Lóránt, köszönöm szépen az interjút. Jelenleg is tehát folynak a munkálatok, reméljük, hogy nem sokára sikerül teljes mértékben eloltani a tüzet itt Bugac külterületén. Játékos vetélkedők, aszfaltrajz, országismereti kvízek. Többek között ezekkel készült a Kadaelek közgazdasági szakgimnázium, valamint a Széchenyi István idegenforgalmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola a diákok számára rendezett Európa napra. A fiatal generációk borzasztó keveset tudnak az Európai Unióról és működéséről, hangzott el a mai Európa napon, melyet mind a Kadaelek közgazdasági szakgimnáziumban, mind a Széchenyi István idegenforgalmi és vendéglátóipari szakgimnáziumban megtartottak. Ország és nyelvismereti kvízek, aszfaltrajz, tradicionális ételek elkészítése, érdekes előadások. A jövő pincérei és szakácsai beutazhatták az egész kontinenst az osztálytermek dekorációi által. A legszemfülesebbek az unió tagállamainak híres személyeivel is találkozhattak. A Kecskeméti Szakképzési Centrum két tagintézménye elnyerte annak lehetőségét, hogy bekapcsolódhasson a tavaly indult Európai Parlament nagykövet iskolája programba, melynek keretében rendezték a mai rendhagyó diáknapot is. A cél nem más, mint a diákság figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt. A két iskola diákjai egyébként ismét sikeresen szerepeltek a Euroscola versenyen, melynek köszönhetően immár 6. alkalommal utazhattak Strasbourgba. A témáról bővebben Kiemelő című magazin műsorunkban szólunk. A hirtelen jött felmelegedés hatására szinte robbanásszerűen megemelkedett a levegő pollen koncentrációja térségünkben is.
A mérések szerint Kecskemét térségében a nyírfa pollenje érte el a legmagasabb szintet, de növekvő a gombák és a gyertyán mennyisége is. Az Országos Közegészségügyi Intézet tegnapi mérései szerint a megyeszékhelyen már megjelent az íger, valamint a nyárfa pollenje is, és mindkettő magas szintet ért el. Az utóbbi negyed században megkétszereződött az allergiások száma. Becslések szerint ma Magyarországon legalább 2 millióan szenvednek ettől. Kecskeméten, a Műkert városban, a Széchenyi városban és a Hunyadi város részben vannak leginkább olyan zöld felületek, amelyek nagy mennyiségben bocsájtanak ki pollenfelhőt. Kecskemét frissen választott országgyűlési képviselői lesznek a híróra után kezdődő Közélet című műsorunk vendégei. A vasárnapi választások eredményeként ismét mandátumot szerzett dr. Salac László és dr. Zombor Gábor. A képviselő urak többek között a kampányról, valamint a választókerületeikkel kapcsolatos terveikről is beszéltek. Kecskemét új elsöprő többséggel mandátumot szerzett parlamenti képviselői Közélet című műsorunkban elmondták, a vasárnap történtek bebizonyították, hogy negatív kampánnyal, a vidéken élők figyelmen kívül hagyásával nem lehet választást nyerni, még akkor sem, ha mint most külföldi erők vették át az ellenzék szerepét. A második ciklusát kezdő dr. Salac László a műsorban beszélt a Modern Városok programról is, amely a Fidesz-KDNP kormányzása következtében folytatódhat. Így folytatódni fog az Izsáki útnak a négysávosítása, a városháza felújítás, a Kodály intézet bővítése, a Kadaelek iskola áthelyezése. Tehát ezek mind olyan fontos mérföldkövek a város életében, amire a későbbi fejlődést is alapozni lehet. A negyedik parlamenti ciklusát kezdő dr. Zombor Gábor az infrastruktúra, főképp az úthálózat fejlesztésének szükségességéről beszélt. Szerintem ez lesz a nagy feladat, hogy ugyan tud például Kecskemét infrastruktúrában, a növekvő lélekszámmal, az újabb mondjuk Mercedes gyárral, a sok-sok lassan 100 betelepülő cégelnek megfelelni. A Kecskemét újra választott országgyűlési képviselőivel készült beszélgetés ma este 20 órakor látható itt a Kecskeméti Televízióban. Megkezdődött a 28. horgász és vadásznapok Kecskeméten a Hírosag órában. A rendezvényen kiállítások, gyermekprogramok és koncertek várják a horgászat és a vadászat iránt érdeklődőket. 28. alkalommal tartják meg a horgász és vadásznapokat Kecskeméten. A programsorozatot az Észak-Amerika vadvilága a Sziklás hegységtől Alaszkáig című kiállítás bemutatásával nyitották meg a Hírosag órában. A több mint 30 élethű preparátum mellett horgászbot és orsógyűjteményt, valamint vadvilág témájú alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A vadgazdálkodás az nem elsősorban a lövésről és az állatok megöléséről szól, hanem egy nagyon komoly agrárágazathoz köthet, nagyon komoly és fontos tevékenysége, amely a környezetvédelemtől kezdve az élőhely fejlesztésen át nagyon sok mindenhez hozzá tud járulni. Megnyitó beszédében Kis Miklós Zsolt kiemelte a magyar horgász és vadász közösség fejlettségét. Mintegy 440 ezer regisztrált és hivatalos horgász van Magyarországon, több mint 60 ezer vadász, a legfrissebb statisztikák szerint, tehát mintegy 500 000 olyan magyar van, aki ennek a szabadidő tevékenységnek ilyen-olyan formáját, de mégiscsak valamilyen módon űzi. A kormányzat a magas érdekeltség miatt számos olyan változtatásról döntött, amelyek kiemelten kezelték a horgászatot és vadászatot. A jövőben folytatni szeretnék a törvények finom hangolását, hogy még többen megismerjék ezeket a területeket. Ehhez pedig a május 1-jéig megtekinthető kiállítás is hozzájárul. A megyei kajszibarack mintegy 60-70%-a fagyott el a kemény tél miatt. Az extrém hideget csak bizonyos fajták vészelték át. A fagykárokat a hétvégéig jelenthetik be a termelők. Ezek virágrügyek, ezek itt megfagytak, pörögnek le. Így néznek ki azok az elfagyott rügyek, amelyek nem bírták ki az idei tél mínuszait. A kemény mínuszfokok a cseresznye és a megytermést nem tették tönkre. Sajnos azonban a kajszibarack jelentős része elfagyott a megyénkben. Már piros bimbos volt a kajszi, mikor jött ez a mínusz 18, mínusz 20 fokos leülés. Piros bimbos állapotban a csontéjasok, főleg a kajszi, ezt már nem bírják ki. Az extrém hideg tél a kajszibarack termés 60-70%-át károsította.
Főleg a hidegtűrő magyar fajták maradtak meg a magasabb területeken, míg a mediterrán barack fajtákból szinte mind elfagyott. A magyar kajszi, akkor van egy francia fajta, a bergeron, a ceglidi fajták, ezek aránylag jól bírták. A fáknak az alsó részén van nagyobb kár, a felső részükön, a hajtásoknak a végén vannak virágok, amik élnek. De ne bízzuk el magunkat, mert majd pár hét múlva látjuk meg, hogy a rügyalapok mennyire károsodtak. A kemény fagyok által okozott igazi károkat csak ezután lehet felmérni. A termelőknek azonban hétvégéig be kell jelenteniük, hogy mekkora fagykár érte őket. A gyümölcsösökkel azonban csak annyit tehetnek, hogy megpróbálják stimuláló szerekkel megmenteni az éppen maradt rügyeket. Simon Grill világhírű brit drámaíró a Játék vége című darabját tűzte műsorára a kecskeméti Katona József Színház, Ruszt József Stúdiószínháza az évad utolsó bemutatójaként. A rendezés és a téri dimenziót felforgató díszlet Rusznyák Gábor főrendező munkája. Merre ment? Azt hiszem az utca felé. Jerry! Jerry! Eszed él vagy? Mi a francos csavarjuk tűrbenét? Apa, szólj már rá! A Játék vége családi életkép. Az idős Spencer professzort meglátogatja népes családja, és az egykor megkérdőjelezhetetlen tekintélyű apa előtt mindannyian föltárják félrecsúszott életük elhallgatott titkait, szinte gyónnak neki. Van egy főszereplőnk, egy főhősünk, aki egy nagyapa, tulajdonképpen akinek volt három fia, az egyik meghalt, és itt van most nála a család, ül egy szobában, és mindenki körülötte beszélnek nagyon-nagyon sokat hozzá, mindenki úgy beszél hozzá, mintha ő ezekre reagálnak, közben ő csak hallgat. Nem tudjuk, hogy miért hallgat. Hát, gondolom már úgy is kitaláltad, mi volt az. A pia. Igen, az a kurva pia, hogy ne nagyon szép ígérsebb. Az idők során földgyülemlett feszültségek fölfakadnak, utat törnek minden szereplőből. A család eljutott a totális szétesés szélére. A legmegrázóbb a sikeres televíziósként dolgozó, szeretetlenségben felnőtt legkisebb fiú látványos leépülése. Benedikt maga a legkisebb fiú, aki valahogy szétcsúszása valami olyasmiből gyökeredzik, hogy mindig lemaradt mindenről. Nem kapott elég figyelmet. Az édesanyja nem az édesanyja nevelte, hanem egy nevelőanya nevelte. Tehát rá valahogy nem maradt idő. Simon Gray drámája erőteljesen fölveti, hogy lehet-e új lapot nyitni egy család életében, ahol minden a feje tetején áll. Nem mindegy, hogy mi lesz a játék vége. Ez nem mehet így tovább. Itt van az ideje, hogy meg kell tudniuk, hogy ki vagyok én, Jasper, és ezt neked kell megmondani. A kecskeméti barackpálinka történetéről hallhattak izgalmas részleteket az érdeklődők ma délután a Városházán a Kecskemét születésnapja alkalmából rendezett előadássorozat keretében. Dr. Gyenesei József főlevéltáros a szódával jobb, mint a viszki, teában jobb, mint a rum idézettel kezdte előadását. A mondat Edward Velszi hercegtől származik, aki a múlt század elején magyarországi látogatása során kóstolta meg a kecskeméti barackpálinkát. A későbbi 8. Edward példáját az elmúlt évtizedekben nagyon sokan követték. A híres város 1917-től működő központi SZESZ főzdéjében készülő pálinka talán ennek is köszönhetően az 1930-as évek második felében egy rövidke időre a világhír középpontjába került. Mint a levéltári múltbejárás során kiderült, napjainkban a gyümölcspárlatok reneszánszát éljük. Legyen szó akár azok készítéséről, akár azok fogyasztásáról. A kecskeméti barackpálinka is azon hungarikumok közé tartozik, amely már hosszú ideje nagy népszerűségnek és ismertségnek örvend. 10 ponttal győzött a Fehérvár. Nagyot küzdött a KTE Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapata, de ez sem volt elég az Alba ellen. Szerda este a 77-67-es vereséget szenvedett csapatunk az Alba Fehérvártól a középszakasz második fordulójában, a Messzi István sportcsarnokban. Keller kosarával indult a találkozó, de jobban, technikásabban játszott a Kecskemét, és azonnal meg is szerezték a vezetést. Kiválóan védekeztünk, így kicsivel a negyed felét követően már 15-6 volt az előnyünk.
Jobban hajrázott viszont ellenfelünk, és a 10. percre sikerült egyenlítenie 17-17-re. A második játékrész elején még fej-fej mellett haladt a két csapat. Dramicsanin és Karahodzsics vezényletével sikerült ellépnünk, Gyereszimovics középtávjáival pedig két szemjegyűvé nőtt előnyünk. A hajrában szépített az Alba, és 10 pont alá csökkentették hátrányukat. A félidőre 37-30-as vezetéssel mehettünk. A harmadik negyedben sebességet váltott a Fehérvár, míg a Kecskemét hibát hibára halmozott, így fel tudott zárkózni ellenfelünk. A 25. percben már csak egy pont volt a különbség, 45-44 volt ekkor az állás a KTL javára. Pár percig még vissza tudtuk tartani a vendégeket, 2 perccel a játékrész végén előtt azonban fordítottak. A hátradévő időben már nem tudtunk betalálni, 54-48 volt az állás a 30. percben a Fehérvár javára. A záróetapban hiába küzdöttünk, hogy felzárkózzunk, esélyt sem adtak a vendégek. Dramicsanin és Harris is nagyot játszott, végül 77-67-re mégis győzött az Alba Fehérvár csapata. Mi még azért nem vagyunk olyan erős csapat, hogy ezeket újra-újra és újra fel tudjunk állni, hiszen az Alba van olyan jó csapat, hogy a nagyon agresszív jó védekezésével azt a lélektani pluszt, illetve ahogy ritmusba jött, utána már nyilván ő kezébe volt a mérkőzés, és nagyon tudatosan, okosan lemenedzselte. A hétvégén már a kupagyőztes otthonában játszunk, a szolnoki olaj elleni mérkőzésre szombaton 18 órakor kerül sor. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. 9 hektár erdő lángol Bugacon. A hatalmas kiterjedésű tüzet több mint 60 tűzoltó igyekszik megfékezni. Ember élete nem került veszélybe, de az anyagi kár jelentős. Vetélkedőkkel és országismereti kvízzel is várta a fiatalokat az Európa nap. 2 szakgimnáziumban is vetélkedtek a középiskolások csütörtökön. Megkezdődött a 28. horgász és vadásznapok Kecskeméten a Híres Agórában. Az idei téma Észak-Amerika állatvilága. A megyei kajszibarack mintegy 60-70%-a fagyott el a kemény tél miatt. Az extrém hideget csak bizonyos fajták vészelték át. A fagykárokat a hétvégéig jelenthetik be a termelők. Önök a Híres híreket látták. Híróránkat a Kiemelővel, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinjával folytatjuk. Mai műsorunkban vendégünkkel dr. Bodócki Lászlóval, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula körének elnökével arról beszélgetünk, ismerjük-e egyáltalán híres olimpikonjainkat. Bemutatjuk, hogyan válhat egy középiskolásból európai mintapolgár, és utána jártunk, vajon a vadászat tényleg csak céltalan lövöldözése, valamint hogyan lehet küzdeni akár az orvadászok ellen is hazánkban. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Friss hírekkel holnap este 7-kor várjuk Önöket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken sokat süthet a nap, 19-21 fokot mérhetünk, élénk a Dunántúlon gyakran erős lesz a délnyugati szél. Szombaton leginkább fátyolfelhők boríthatják be az eget és szűrhetik meg a napsütést, egy-egy záporzivatar kialakulhat, helyenként megélénkül a keleti szél, napközben 22-24 fok valószínű. Vasárnap sok felhő lesz felettünk, de gyenge csapadék legfeljebb este alakulhat ki. Többfelé megélénkülhet a délkeleti szél, délután 23-26 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. A jövő hét elején újabb záporokra, zivatarokra van kilátás.